Az elmúlt hét elején kezdték el a felkészülést a nyíregyházi kézilabdázók. A tavalyi évvel ellentétben ezúttal nem volt jelentős játékos mozgás, mindössze 4-en távoztak, helyükre szintén 4-en érkeztek. Balda Ákos, Kőrizs István, Marian Kleisz és Bocák Kornél másút folytatja, illetve befejezte pályafutását. Az NB 1-es Balmazújvárostól igazolt Nyíregyházára Olá Zoltán és a japán Mekaru Asus Munkácsi Mihály Vácról tért haza, mellettük a montenegrói Gordian Andrzejic az új ember. Még egy beálló csatlakozhat a csapathoz, amelynek tagjai a felkészülés legfárasztóbb időszakát élik át. Kicsit belecsaptunk a lecsóba, múlt héten hosszú távú futások szerepeltek, főleg állóképességi feladatok, erdei futás, stadionfutás, ezt tettek ki a fő programot, illetve lábmunkázás. A mai héten már vegyesebb jellegű edzések vannak, sok előtérbe kerül a labda, de természetesen a fizikai felkészültségnek az időszaka van, és ezt erőltetjük tovább. Az NKC a tavalyi bronzérem után idén ezüstérmet szerzett, így a sorminta alapján az arany következne, de a csapatkapitány Kaplonyi Zoltán szerint a dobogóért is meg kell majd küzdeni a nyíregyházi gárdának. Nagyon sok csapat megerősödött, tehát itt gondolok elsősorban a Ferencvárosra, az Algyőre, volt korábbi válogatott játékosok igazoltak oda, a Békés egy nagyon fiatal csapat, ők is rengeteget edzenek, tehát mindenkinek vannak komoly céljaik. Azt mondom, hogy ez a bajnokság sokkal nehezebb lesz, mint a tavalyi, tehát ott gyakorlatilag az Egerre kellett csak küzdenünk az első helyért, illetve az első-második helyért. Most én úgy gondolom, hogy ez sokkal több esélyes ez a bajnokság, tehát nagyon nehéz dolgunk lesz. Az NKC a jövő héten a Mezőkövesd ellen kezdi a felkészülési meccsek sorát, majd a Balmaszkupán, egy szatmárnémeti tornán és az Arab Emirátusok válogatottja ellen is pályára lépnek Kaplonyék. A bajnokság nyitófordulójában szeptember 12-én a Ferencváros fogadják a nyíregyháziak a Bemiskola csarnokában, ahol a következő szezon hazai meccsét játsza majd a csapat.